Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Mandiner Big Picture, a Mandiner popkulturális külön kiadása, úgy tetszik, Kölbi Norbertel és Kacsodán él el. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Egy új vállalkozásba kezdünk, a popkultúrát, a filmek és a sorozatok világát fogjuk ö, elemezni ö, rendszeresen és alkalomszerűen is egyaránt. Ugyanis ezek a műfajok és ezek az alkotások alapvetően meghatározzák a mindennapjainkat, beszívárognak az életünkbe, értékeket, érdekeket közvetítenek felénk, adott esetben politikát képviselnek. Mi pedig ezek mögé fogunk nézni, természetesen magukat az alkotásokat is gorcsó alá vesszük, meg a folyamatokat értékeljük. Mivel is kezdhetnénk, mi mással is kezdhetnénk, mint az Oscar díj átadással ami most volt ezen a hétvégén, kicsit messze tőlünk, de mégis talán közel, Normi, Hogy tetszett egyébként neked a show maga? Meglepő volt, és uh, meglepően normális volt. Uh, ahogy Hollywoodban mondanák, relatable, lehetett vele azonosulni, volt hozzá közöm, és nem csak azért, mert volt magyar díjazott, a Mihalek Zsuzsa, aki a szegény pálákért uh, Oscar díjat kapott berendezőként, hanem azért is, mert uh, úgy éreztem, hogy az a vok nyomulás, ami, ami sokakban visszatetszést keltett, és az elmúlt évekre jellemző volt a propaganda, az most visszavettek belőle. Sőt, érezhető már, hogy ahogy az inga kilengett az egyik irányba, most mintha elkezdenek kilengeni a másik irányba, és valami ellenreakciók is érzékelhetők voltak már. Na, ezeket végig fogjuk venni, ahogy a filmekről is, a legjobb filmekről is beszélünk, tehát abból egy van, de azért volt néhány jelölt, és talán lehet, hogy nem biztosan, nem mindketten, vagy mi nem mindannyian értünk vele egyet, ahogy ki nyerte, lehet, hogy másra szavaztunk volna, de erre visszatérünk. Oppenheimer ugye az nyerte a legjobb filmkategóriát, és tarolt, tehát úgy tűnt nekem, hogy ha valamelyik, ez az a szabály erősült, amikor valamelyik film a legjobb, akkor majdnem az összes díjat ő kapja. Igen, hát az elmúlt években láttunk sok példát arra is, hogy szétosztják a díjakat, de jobban szeretik a nézők a nagy nyerteseket. Könnyebb kommunikálni, hogy egy film nagyot nyert, az jobban át tud menni a, a kommunikációban is. És itt az Oppenheimer behúzta ezeket a díjakat, nyilván ebben benne van az is, hogy a Christopher Nolan 25 éve filmezik, egyik filmje jobb, mint a másik, és egyfajta. Ö, ö, azt hiszem nyolcadik jelölése volt már személy szerint Nolennek, tehát egyfajta életmű elismerést is érzékelek itt az Oppenheimer. Jásd előtt Járt neki a szobrocska, mint Leonardo DiCaprio-nak, úgyhogy most már mindketten elég lettek lehetnek. No, de azért volt egy-két érdekesség ebben a műsorban, amire azért picit úgy térjünk ki. Például volt benne pucérkodás, uh -huh. volt benne üzenet az izraeli konfliktussal kapcsolatban, és volt benne természetesen kiállás az orosz-ukrán háború, a Ukrajna mellett egy filmet, film is kapott ezzel kapcsolatban, szobrocskát a 20 nap Máriupólban című alkotás. Ezekből azért a kötelező politikai mondások elhangoztak nekem az, az érzésem. Ha Vók nem is ült tort, de azért, azért az Oscar idén is politizált. Igen, ezeket is visszafogodnak, letekeltnek éreztem. Az ukrán konfliktus, mintha már nem foglalkoztatná Hollywoodot. Volt jelölve egy dokumentumfilm, ami meg is kapta a díjat, de amúgy beszédekben nem hallották kiállást mellette. Nem volt ott Zelenszky. Ami érdekelte idén Hollywoodot, az az izraeli háború, gázai övezet. Akin volt ilyen piros kitűző, azt figyelted? Ők uh -huh. azok, akik egyetértenek, például a Billy Eilish, Mark Ruffalo, érdemes megnézni, hogy ki az, akik kiálltak Palestina mellett, gáza mellett. Ugye Jimmy Kimmel azzal kezdte az egész diátadót, hogy 5 perc késéssel kezdünk, sajnáljuk, kedves nézőink. amit nem mondotta, hogy az 5 perc késés azért jött össze, mert kint tüntettek a színész szakszervezet Pro-Palestina tagjai illetve más szimpatizánsok, és a limuzinok, ahogy gördültek be, azokat lassították. Körülbelül úgy, mint ahogy itt az operaháznál szokott annó lenni tüntetés, hogy amikor ilyen szörnyű, szomorú helyzet van a világban, akkor nem szabad így ünnepelni smokingban meg nagy estély. De aztán mégis. Igen. És hát ugye a legmeglepőbb az volt a... Jonathan Glazer, aki egy holokauszt filmért kapott díjat, a legjobb külföldi film filmdíját kapta a érdekvédelmi területért, ami Auschwitzban játszódik, Rudolf Höss házában, a, a tábor mellett. Ő azt mondta a beszédében, hogy ő zsidó származású, és ennek ellenére azt mondja, hogy egy új holokauszt van kibontakozóban a gázai övezetben. És a ő arról szól, hogyha dehumanizing, ezt a szót használta, de mondjuk rá démonizálnak, egy népcsoportot, az hogyan vezethet el egy holokauszthoz, egy világégéshez, és ő most zsidó létére ezt külön kiemelte, azt kell, hogy mondja, hogy ez történik. Ez, ez a veszély áll fönn a gázai övezetben. Ő egyébként egy nagyon Megbecsült tagja a közösségnek, a világ filmrendezői nagyon fölnéznek rá, pedig évtizedenként egy filmet rendez, és ezért nagyon fontos volt a szakmának, hogy ő mit fog mondani, és erről, ő erről beszélt. A filmre egy picit majd még visszatérünk, mert végig fogjuk venni, a, uh -huh. ahogy említettem, a díjazott vagy nem díjazott legjobb potenciális legjobb filmeket. De azért még ha a politikánál maradunk, Donald Trump is megkapta magát, <laughs> Jimmy Kimmeltől, aki egyébként relatíve visszafogottan vezette az egész sót hozta maga pikírt humorát, de azért nem egy Ricky Gervais volt. Ez, ez is egy ilyen kötelező kör, hogy azért Hollywood elhelyezi a voksát majd a novemberi választásra gondolva már. Nem Amerikában. tudom, hogy egy önvédelem van-e a közösségben, a hollywoodi közösségben, az akadémiában a, a Vox szélsőséges megnyilvánulásaival szemben, vagy pedig érzik már Trumpnak a közelettét, de minden esetre tényleg jó kifejezés, hogy visszafogott volt. A, a gála, és visszafogott volt maga a műsorvezetés is, a Jimmy Kimmel, az egy ilyen late night talk show host, és hát valószínűleg nem ma kezdődött ez, a, ez az ellentét uh, Trump elnökkel, uh, és akkor felolvasta a műsor vége felé, hogy Trump közben posztolt róla, nem az X-en, hanem hol, valami másik, másik felületen hogy soha nem volt ilyen unalmas műsorvezetője az Oszkárnak, mint Jimmy Kimmel, és hogy nem tudom, ha más vezetné, akkor többen néznék a, a műsort, mert ugye az Oszkár azzal küzd évek óta, hogy nem nézik az emberek. És ha beszéltünk arról, hogy miért kell beemelni egy olyan nagy kasszasikert, mint az Oppenheimer, miért kell nagy kasszasikert, mint a Barbie, azért, mert akkor a nézők ismerik a filmeket. Tehát a világszerte, akik követik az Oscar gálát, olyan filmekre vágynak, ez a fel, elgondolás, amit ismernek, tehát ismerik a színészt, látják a sztárokat, és ezért van szükség nagy De Most, ahogy jöttünk, leolvastuk, hogy a Covid óta ez volt a legnézettebb gála, úgyhogy elvileg, látták elvileg, 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 bejött a számítás. Barben hely, mert ez egy package, you know. Tehát itt nem is csak egy filmről, hanem a kettő együtt mozgásáról az lett beemelve az oscar sójába, ha úgy tetszik. Kicsit ö, segíts nekünk abban, hogy kik is döntenek arról, akkor kik döntöttek, most kik döntenek, hogy zajlik a folyamat, hogy, hogy kikapják meg ezeket az aranyszobrocskákat, és mik a szempontok. Lehetett hallani arról, hogy bevezetik a vók szellemében egy bizonyos kvóta rendszer, bevezetnek egy bizonyos kvóta rendszert, hogy meg kell felelnie a díjazott filmeknek, ö, bizonyos kritériumoknak, hogy kell elég számú feketének, melegnek, hátrányos helyzetűnek, fogyatékkal élőnek lenni a stábban, illetve a színészi gárdában. Lehet, hogy keverem, és ez nem is az oszkára vonatkozik, de hogy elindult egy ilyen típusú gondolkodása a filmi parban, ami ugye az ideológiai befolyásoltságnak a hangulatát erősíti, és hogy mondjam, pont annak a világnak az erőteljes és talán agresszív meghaladását, ami a 74-es Oscar-díj mondjuk számomra, hogy nekem legalábbis nagyon szembe jött velem. Uh -huh. Hát most persze majdnem a századik oscar kiosztásnál tartunk. Voltak, 90 pluszos. Voltak évek, amikor nem tartották meg, és ja igen, látom, és 96-nál vagyunk most. Ez Van egy akadémia. Tehát az magukból a filmesekből áll, amiben próbálnak mindig nyitni próbálnak bevonni Hollywoodon kívüli filmalkotókat is, mondjuk amikor Szabó István megkapta az Oscar díjat, ő is tagja lett az akadémiának. Ez meghívásos alapon van, tehát nem úgy van, hogy jelentkezel, hanem egyszer csak szólnak, hogy gyere. És nyilván az elmúlt években nagyon erőteljesen elindult egy folyamat, hogy sokkal több nőt hívjanak meg, sokkal több feketét, ázsiait, és ez a nagy tagság, évvégén vetítéseket de hivatalos, uh -huh. tehát megnézhetik a, azokat a filmeket, amiket a stúdiók jelölni szeretnének. Vannak vetítések, aki nem tud elmenni a vetítésekre, az pedig megkapja őket megtekintőn, screeneren. Régen ez DVD volt, ma megkapnak egy linket, és akkor meg kell nézniük 30-40-50 nem tudom hány filmet. Szegények. Utána utána szavaznak. És elvileg ez egy demokratikus szavazás. Tehát nem, nem úgy van, hogy van egy öttagú zsűri, vagy a végén valaki még belenyúl. Viszont van kampány. Tehát ez olyan, mint egy elnökválasztás és és a kampány az engedi azt, hogy a saját filmedet reklámozd. Voltak ennek szürke zónái, ahol a Harvey Weinstein tovább merészkedett, mint más kampányolók, ugye a Harvey Weinstein filmjei a Miramaxnál. Ez, nyerték, ezen a téren is. Sorra nyerték a díjakat, mert ő aranyórákat adott mondjuk a szavazóknak, giftbegeket és ezzel kicsit motiválta őket, hogy az ő filmjeire szavazzanak. Ma is egyébként a sajtósok is kapnak ilyen, tehát megnézi egy filmkritikus az éppen futó amerikai filmet, akkor kapt gift baget a végén, és akkor lehet, hogy elgondolkozik róla, hogy akar -e erről rosszat írni erről a filmről. Tehát ilyen módszerek megengedettek, ugyanakkor mondjuk rá azt, hogy igazságos, demokratikus szavazási folyamat van. Vagyon diplomatikus. Végignéztük a sót, vagy legalábbis te végignézted, én nem voltam rá képes, inkább csak epizódokat. Most végigvettük a kiugró pillanatokat. Volt-e valami, amit kihagytunk szerinted? Hmm. A I'm just Ken és Slash közreműködése azon túlmenően, mert igen. ugye azt azért említsük meg, hogy volt egy elég komoly performance, amit nagyon szerintem... Nagyon jól a... énekelt Ryan Gosling, és a Billy Eilish is nagyon jól énekelt. Én nem tudom hova tenni azt a nőt... Ő az anti barbie Igen, sok minden tekintetben, de élőben énekelt, és meglepően, meglepően jól énekelt. Mi volt még jó? Cole Jefferson, aki a legjobb adaptált forgatókönyvet kapta, ő arról beszélt, hogy Hollywood ne Fontolja meg, hogy ne csak egy darab 200 milliós filmet gyártson, mondjuk egy Marvel-filmet, hanem abból 10 darab, vagy 20 darab 10 milliós filmet. Tehát Itt hadd vágjak közben. Kisebb filmek. Jól érzékelem egy picit, hogy ugye volt egy időszak néhány évvel ezelőtt, amikor a streaming, és akkor ezt ellensúlyozandó az igazán sok pénzbe kerülő Marvel és egyéb filmek, Marvel DC Univerzum versengéssel karöltve, azt hiszem, hogy a kioszthatjuk a Marvelnek a győzelmet, de ez csak az én szubjektív véleményem. Tehát ezek vitték a primet, és sokan abban bíztak, hogy a moziba illet lehet visszacsávítani az embereket, hogyha ilyen extra látványos, nagyon drága CGI-jal agyonöntött produkciók lesznek. És ez a mostani Oscar nekem, bár ugye ez sosem ezekről a filmekről szólt, de egy picit azt az érzetet keltette, és ez az üzenet is, amit most említettél, ebbe az irányba tolja a filmművészetet, hogy vegye vissza a úgynevezett normális film, normális formátumú film, a, a trónt, vagy legalábbis az elsőbséget ezektől a látvány orgiáktól, jó, és a streamingtől is, mert onnan is lehet hallani, erről majd szerintem egy későbbi műsorban részletesen beszélgetünk, hogy, hogy ott sem fenékik teljesen meg. Nagyon jó szóba, osztod, mert pont szerettem volna erről beszélni, hogy örömmel írta meg a sajtó, a hollywoodi sajtó, hogy idén a Netflix és az Apple összesen csak egy díjat kapott. Tehát volt nekik azt hiszem 30-valahány jelölésük most az Oscaron a filmjeiknek, ugye például a Napóleonnak, az mi egy Apple film volt, egy pár jelölése, a, a Killers of the Flower Moon, a Scorsese filmnek is volt sok, uh -huh. és a Netflix tartalmaknak is volt, a Maestro-nak volt sok jelölése, volt a, a Hó és az elmúlt években már a Netflix itt is elkezdte átvenni a hatalmat az Oscar fölött. És sokaknak nem tetszett, Spielberg lenyilatkozta, hogy ez, ez a mozi halála, hogy a Netflix remennek a filmek, és most nagy örömmel állapították meg, hogy nem Netflixes és nem apple tartalmak kapták a filmeket. Az Apple rengeteg pénzt elköltött három filmre, az egyik volt ugye a Napóleon 200 milliótba került, úgyhogy streaminges a, a Scorsese film is annyiba került, tehát ö, átgondolják. átgondolja. annyiba került a Napóleon, mint a megfojtott világok. Át fogják gondolni ezt az üzleti stratégiát, hogy, hogy é megéri -e nekik mozi ö, minőségben akkora pénzből csinálni streamingre filmeket, miközben azért ne felejtsük el, a mozi egyszer már volt nagy kihívás előtt, amikor a televízió megjelent, 50-es évek, akkor találta föl Hollywood a színes, széles vásznofilmet. Tehát a tévére adott válasz az a Ben Hur, így képzeljük. Tehát azért olyan hosszúak ma a mozifilmek, mert kell valamit mondani a, a filmalkotónak. Mi az, amit még tud mondani? IMAX. Tehát ez, ezt a filmet muszáj IMAX-ben látni, és sosem ment olyan jól az IMAX-hálózat a világon, mint most a Dűnénél, meg az Oppenheimernél, hogy ez nem streaming, nem otthon nézed, nem a telefonon nézed. Tehát a mozif túl fogja élni, csak ki kell találni azt, hogy pontosan hogy. A 3D az még talán még mindig működik, mint hívószó időnként mondjuk az avatarnál. Mm -hmm. De akkor nem a képregény filmek lesznek ezek, mert úgy tűnik, hogy nekiképpen... Most a egy filmeknek most rosszul megy, vagy egy válságban van, mint gondolj bele, hogy mondjuk 20 évig csak veszten csinált az amerikai film, mondjuk csak az 50-es, 60-as évekről mesélek, és aztán egyszer csak válságba jutott, és fönnmaradt a veszten. Csak már nem az volt a legnépszerűbb ö, műfaj. Most éppen úgy néz ki, hogy a képregényfilmek nem fognak olyan jól menni. Aztán, ami még érdekeség volt, kérdeztet, hogy mi angolok sok díjat nyertek. Erről is láttam egy cikket, hogy ez, ez ugye a Nolenék is angolok, a Glazerék is angolok, akik a Holocaust filmet csinálták, a purtingsesek is tulajdonképpen angolok, bár Magyarországon forgott mondjuk el sok-sok kiváló ö, magyar művészel, mint Mihály Zsuzsa, aki nem volt ott a díjkiosztón, gondolom, dolgozott, tehát forgat éppen egy következő uh -huh. filmet, és a producerek vették át a díjat. Szóval, hogy az angolok, az angolok megint, mindig van Amerikában egy ilyen, hogy az angolok mit keresnek itt, és elviszik a el a Murphy az első ír állampolgár, aki megkapta Igen. az Oscar díjat, szintén az Opa Szóval ez talán még nem hangzott el most a műsorunkban, hogy nagyon nemzetközi volt a kínálat. Tehát itt a jelölteken, ha végigmegyünk, ugye láttuk a, a, a akkor Sandra Hüllert. Sandra Hüller a legjobb színésznő kategóriába volt jelölve, pedig egy külföldi, külföldi filmben szerepel, az Uhanás anatómiájában, és ő játsza egyébként a Rudolf Hösz feleségét még az érdekvédelmi zónában is, tehát két filmben is érdekelt volt. A Jorgos Lantimos az egy görög rendező. Nyilván Hollywood mindig arról volt ismert, hogy egy olvasztott tégely, tehát a világ legnagyobb Magyarok teljeség. alapították, tehát innentől Igen. kezdve már <laughs> világ csak sok színű oda vonza. Jó, menjünk akkor a, rá a filmekre egy Aha. kicsit. kezdjük a Barbie-val, mit szólsz? Legyünk rózsaszínek. Nekem a Billy Ellisről az jutott eszembe, ő arról beszélt, miatt előadta uh -huh. a dalt, sőt át is adott talán valamelyik szobrot, ő adta át, hogy gyerekkorában ő is barbizott, aztán az eszembe, hogy, hogy, hogy hát rá nem olyan hatással lett a Barbie, hogy Barbie legyen belőle, hanem mintha ő az anti-Barbie lenne. Ezt lesz számítva, még a következő gondolatom erről a nagyszerű alkotásról, hogy olyan, mintha egy kicsit a Toy Story, az utolsó akcióhős, és ami feminista, limonádénak lenne a keveréke. Ugye az utolsó akcióhősben van ez, amikor megérkez, megérkezik Schwarzenegger a való világban, és Igen. fognak rajta golyók és hasonlók. Egy szerintem egy alulértékelt film, de lehet, hogy én a filmzenét jobban szeretem, mint magát az alkotást. Zárója, bezárva. Tehát, hogy nagyjából ez a koncepció, de azért nagyon erősen beüt a férfi társadalomnak, egy gúnytűz a patriarhátusból, sőt úgy próbál csinálni, hogyha ez még mindig egy ilyen vezérlő elv lenne a nyugati társadalomban, de most jönnek a nők, ugye nem egy eredeti gondolat annyira. Miben tudott a Barbie szerinted olyat adni mondjuk a nézőknek, ami mégis érdemesítette arra, hogy bekerüljön ez ebbe a mondok körbe? valamit. Egy millió nézője volt Magyarországon a Barbinak. Egymillió. Egy millió. Emilio. Egy 10 milliós országban egy millió nézője van egy filmnek. Tehát ez valami valahova betalált. És, a, és nálunk is. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mert a nyugati világ, meg Amerika. Azt, azt hiszem, mindenkinek volt barbia otthon, azt attól működik a film, ami működik benne, hogy mint, mint videoklip, mint musical, fantasztikus. Tehát a, a, a ritmus, a zene, a koreográfia első osztályú. Aztán, amikor vigyáték próbál lenni, az olyan felemás, tehát ez a partra vetett haldramaturgia, amit láttunk a Miamanóban, vagy láttunk a Bübájban, tehát, hogy valaki máshova kerül, mint a saját közege az hol működik, hol nem, az felemás, és amikor nem működik a film, amikor prédikálni akar. Mert pedig óriási igénye van a filmnek, azt érzi belülről, feszíti szét a filmet, hogy nagyot akar mondani. És ez a nagy mondás szerintem fantasztikus. Fantasztikus az, hogy a nézők észre se vették azt az apró tükköt, amikor az írók összekötötték a barbit azzal, hogy nő. Tehát, hogy mostantól, ha azt mondom, hogy Barbie, arra kell gondolod, hogy nő. Tehát a női nem maga Barbie. Én, hogyha megrendelő lennék, tapsikolnék örömömömbe, és gondolom, hogy a Hasbro ö, tapsikolt Mattel, is már. Mattel, Mattel, bocsánat, Mattel. hoppá, hoppá. Benne is vannak a filmben. Ebből is látszik, hogy nem vagyok a fizetett ügynökük. <laughs> Szerintem. Házbu az a Transformers. Abba gondolj bele, Dani, hogy ma, ha a YouTube neked földob egy hirdetést, 5 másodperc múlva már átugrod, itt pedig egy 100 perces hirdetésért te fizettél. 1 millió magyar fizetett azért, hogy megnézzen egy 100 perces reklámfilmet. A Viszont ez, bocsáss meg, hogy közbevágok, ez olyan értelemben nem vók, hogy bár feszegeti a nemi szerepeket, meg hogy ki az ura a földön, a férfiak vagy a nők, de ahogy te is említetted, a nő a Barbie, Izigvérig nő. Tehát ő nem egy ilyen gender találmány, aki gondolkodik, hogy ő most férfi vagy nő akar lenni, vagy a 72 másik nem közül melyiket válaszza, hanem izigvérig nőjes, akkor is, amikor ezt a rózsaszín világot leveti magáról, vagy amikor kihívja a férfiakat, de két lábon járó nő. Néha nem magas sarkuba van, néha ettől megijed, de nő marad. És végén találkozik teremtőjével, szerintem az volt a mélypont azzal a Ruth nevű nővel, aki elvileg a barbikat föltalálta, és végig az járt a fejembe, hogy senki nem tudja, vagy senki nem szól közben, hogy ez egy, ez egy német baba volt, Lili-nek hívták, a Bild magazin melléklete volt Bild Lili, és ez a rút egyszerűen fogta, és lekoppintotta, és eladta az amerikai piacra. De hát, na, azt hiszem mindent elmondtunk a barbie -ról. értem, ha valakinek tetszik, semmi baj, szabad szeretni, de hát azért, mint megmondó film, azért problémás. Maga se tudta szerintem a film, hogy mit akar mondani, mert olyan tágra nyitotta azt a, azt a mondandóját, hogy végül belezavarodott. Hát erről lehet, hogy egy egész műsort is lehetne beszélni, és sokan megtették ezt, amikor megjelent a film, és így volt ez valószínűleg az oppenheimer ra is, a Barbenheimer másik párjával, King Kong és Godzilla. Superman és Batman, valahogy ilyen, ilyen, vagy Angelina Jolie és Brad Pitt, ilyen párost raktak összetileg, a kritikusok meg az olvasók is, amikor ez a két film egyszer jelent meg. Mit mondasz te az Oppenheimerről? Ez a háborúról szól, a magánéletünkről szól, a politikáról szól, ami üldözi a, a, a tehetséget, a, a családok felbomlásáról, minden van benne, és iszonyatos látvány. De azért nehéz ö, ellent mondani az Oppenheimernek, mert akkor te vagy hülye. Tehát abban a helyzetben navigálta magát Christopher Nolan, hogy ő egy, egy autoriter személyiség, tekintély. Ővele nem állunk le vitatkozni. Tehát amit mond nekünk, az úgy van, sőt azt élvezzük is, és azért még fizetünk is. Ez nagyon kevés filmrendező, vagy egyáltalán ember tudja, művész ilyen helyzetbe juttatni magát. Egy olyan kép alakult ki, hogy amit ő csinál, az jó, de nem ez a legjobb filmje. Tehát ezt meg kell állapítanom, hogy volt neki, volt neki ennél jobb filmje. Szerintem az eredet talán az a legjobb filmje. Uh -huh. Memento is egy nagyon jó film. És Batman trilógia? Abban is vannak jó dolgok szerintem. A, talán a Batman kezdődik a legjobb a, abból a trilógiából. Tehát én ö, nagyra becsülöm őt. A Prestige is egy jó filmje volt, ami a nagy trükk, vagy nem tudom, mi voltam. az, az a Interstellar top is egy jó film. Ha? A Dunkirk már problémás volt, azt éreztem, és a Tenet, amit én magamban úgy hívok Rettenet, az, az egyáltalán nem működött, és ebben a filmjében azt éreztem, hogy nagyon akar, de nem jön belülről, nem tudja belülről megírni, belülről átérezni a karaktert, és megcsinálja úgynevezett kívülről, izomból. Tehát azt éreztem, hogy hogy ő ezt most letolja izomból, ezt a, ezt a Oppenheimert, és nem egy átélhető, szerethető, film, hanem valami, amit tudomásul veszel az eszeddel, hogy oké, okay, megtörtént, ez így volt, de én nem éreztem úgy kijövve moziból, hogy többet tudtam meg akár az atombombáról, akár Oppenheimerről, hanem pont ahogy bementem a kérdéseimmel, azokkal a kérdésekkel jöttem ki. Mondtad, hogy izomból, és ebből lett az Oscar, erről eszembe jut már az a már említett Leonardo DiCaprio, aki igen sokat izmozott, hogy a Revenant filmben egyáltalán túlélje a macit és a támadását, meg a magánhagyatottságot az erdőbe, de ebből lett végül a régvárt Oscar díj, tehát lehet, hogy a megfejtés az izomerő ilyen esetekben, de ezt inkább csak egy félig vicces megjegyzés. Térjünk rá a szegény párákra, többször utaltunk már a beszélgetés során, ugye itt a magyar Oscar díjasnak ezúttal is még egyszer, és lehet, hogy már még egyszer fogunk gratulálni, és hát ez egy félig meddig magyar film olyan értelemben, hogy itt forgatták, erre is utaltál már, Emma Stone ezzel húzta be a legjobb női főszereplő díjat, szegénynek ugye elszakadt a ruhája, hogyha Igen, jól emlékszünk szegély. le. De ez mit sem volna abból, hogy ez egy nagyszobású film, de neked tetszett egyáltalán, megmondom őszintén, nekem ez kimaradt. Most úgy tűnik, mintha egyik film se tetszett volna, de mindjárt beszélek olyanokról, amik tetszettek. Volt több is, de pont a szegény párák az nem tetszett. Ez egy... Jorgos Lantimos az a művészfilmes világ fenegyereke, olyan, mint nem tudom, 30-40 éve vagy még inkább 50 éve felléni volt, tehát ő rá most mindenki fölnéz, ő nyeri a díjakat, és nagyon jó filmje volt a Kedvenc egy öt évvel ezelőtt, és ez a filmje szerintem hát nem az, aminek gondolják, vagy aminek reklámozzák, vagy amire díjakat kapja, ugye ez úgy kapja, hogy egy female empowerment film, Az hogy fordítanánk magyarra? A női nem megerősítés, felemelése. Ugye a film azt mondja, hogy ez az én testem, és én kurvákodással akarom használni. És nekem azért furcsa ez, mert férfi írta a regényt, amin alapul. Férfi írta a forgatókönyvet, férfi rendezte a filmet, és amikor egy ilyen férfi csapat próbálja megmondani azt, hogy a nőnek hogy kell rendelkeznie a testével, és a férfiaknak csak az jut eszükbe, hogy vetköz, kurválkodj, akkor az mindig egy kicsit gyanús. És Miközben a, egy feminista odatétel oda akar nem lenni. Az, nem az, hanem azt hiszem van itt egy szadista rendező, Hát a, a kedvencben egy... is volt egy érzésem nekem, nem akarok itt vissza visszatekintgetni, térjünk vissza. Van itt egy, van itt egy szadista páráklan. rendező, aki le akarja játszani a színésznőjével, hogy ki a főnök. Minden jelenet arról szól, hogy az stont valami alázni való helyzetbe hozzák, válogatott módon bestelenítik meg, ö, ö, alázzák meg, és neki ehhez jó képet kell vá vágnia. Én azt hiszem olyan mocskos érzésed van, hogy nézed a filmet, euh, akkor is, ha nagyon föl vagy vértezve minden ellen, hogy itt kettejük között megy egy játszma, és nem csodálkoznék, ha 30-40 év múlva megírja a memoáriát Emma Stone, és újraértékelni ezt az élményt, hogy vele mi történt ezen a forgatáson, és hogyan gázlángozták bele őt ebbe a filmbe. Szintén utaltam már az érdekvéremi területre, ugye ez egy holokauszt film, uh -huh. de egy nagyon egyedi lát, látásmód, vagy perspektívában mutatja, mert az az auschwitz szenvedést és kínzásokat. Ugye végig látjuk a, a tábor vezető Hösznek a kertjét, meg a kis otthonát, ahol a felesége egy ilyen valóban ideális családi teret rendez be maguknak, de ugye a háttérben ott tropognak a fegyverek, meg a sikoltások, füst, tehát lehet tudjuk mi nézők, hogy mi történik a háttérben, és ami elképesztő erős, szuggesztív kontrasztot mutat ezzel a film a, a, az emberiség 20. századi európai emberiségnek a, a legnagyobb tragédiájáról. Neked rád mekkora hatással volt? Jó film, szerintem fontos film, nem, nem az érzelmeidre utazik. Tehát egy, egy, érzelmekben visszafogott, úgy is mondhatom, szerkesztetlenség benyomását keltő film dramaturgiai értelemben azt akarja, hogy egy fontos érzést és egy fontos gondolatot vigyél el, hogy az emberek mennyire ki tudják zárni a fejükből azt, hogy szörnyűségek történnek a szomszédban. És, és hogy ott élnek a Rudolf össze és a családja egy társasházban, van medencéjük, a gyerekek szaladgálnak, miközben a kerítésen túl ott van Auschwitz és emberek halnak meg, és erről ők soha nem beszélnek. Nagyon érdekes, ahogy a kognitív diszonanciát bemutatja a film, hogy ki tudod zárni az agyadból a tudást. És még egy ekkora, ott föléd magasodó tudást is, mint az auschwitz kémények. Nagyon érdekesen forgott a film, mert ö, bekamerázták az egész házat. Maga a rendező mondta, hogy Big Brother ö, a hm. nácik házában, és a, a színészek nem találkoztak a stábbal és ők benne éltek ebben a házban. Nagyon apró kis történések vannak, tehát uh, hétköznapi, hétköznapi történések vannak benne. Uh, jó film, ajánlom. Uh -huh. uh, egyébként itt egy kis könyv ajánló, Robert Mernek a Mesterségem a Halál című uh -huh. könyve, szintén Höz életét dolgozza fel, és ugye az is, ez erre a kegyetlen mérnöki precizitásra helyezi a hangsúlyt, a, amikor az embert nem látja, töm, a, a, a halottak tömegét nem látja a de azt nézi, hogy neki most akkor estire hány gázkamrát kell megtölteni, és hogy tudna ezt fizikai eszközökkel elérni, és ezen törje a fejét él nappal, és ebben támasz az ő felesége, amikor együtt. Igen, álomra államra a fejüket. Abszolút. Egészen A Sandra nagyon jól játszik, a, 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 nagyon érdekes az egésznek a fogása, az, hogy, hogy tulajdonképpen arról szól a film, hogy áthelyezik a hőszt és hogy mennyire nem akarja se ő, se a család. Mert annyira szeretnek Otthonos. ott lakni a Nagyon-nagyon érdekes film. Megfojtott virágok, nekem hatalmas csalódás, nagyon sokat vártam tőle, nagyon be volt harangozva a film, Leonardo DiCaprio, újabb Oscar várományos, Scorsese meg Pláne, ugye a nagy öreg már, már tényleg ilyen, ilyen, nem is tudom, szerintem három óra alatt nem tud gondolkodni filmben, de lehet, hogy korábban sem volt nagyon másként. Neked is csalódás volt, hogy találtál benne értéket? Én két és fél órán keresztül le voltam nyűgözve, hogy, hogy, milyen jó ez a film. Nagyon jól megért az Erik Roth, aki egy, egy öreg régi forgatókönyvíró, és aztán az utolsó egy óra az elkezdett nem működni, és a végére nem tetszett. Tehát itt tudni kell, hogy történelmileg úgy alakult, hogy ez eredetileg arról szólt volna ez a film, hogyan alapítják meg az FBI-t erre a nyomozásra, és a J. Edgar Hoovernek ez az első nyomozása, aki később az FBI igazgatója lesz. És egy FBI ügynököt játszott volna a DiCaprio, aki belép erre a rezervátumba, és elkezdi ezt a sorozatgyilkosságot fölgöngyölíteni. Na most ehhez képest az FBI ügynök olyan két és fél óránál jelenik meg a filmben, és uh, nem... És nem elő DiCaprio. Mert DiCaprio egyszer csak fölébredt a forgatás előtt, és fölhívta uh, a, a, scorsese hogy ő mégiscsak a férjet akarja eljátszani. Az egy érdekesebb szerep neki. És át kellett írni az utolsó pillanatban a teljes forgatókönyvet, mert dicaprio nem mondunk nemet, át kellett írni arra, hogy ő akkor a férjet fogja. És ez az, ami érződik a filmen, hogy végül is egy egysíkú szerep a férj. Tehát nem tud hova fejlődni, és azzal, hogy ő került a fókuszba, a filmnek is lett egy egysíkú dramaturgiája, mert a feleség is az. Ugye megint azt hallottuk, hogy micsoda erős női szerep. Végre egy indián színésznő mekkora, milyen fontos erős szerep, semmi, ez egy, ez egy nagyon gyenge szerep. Szegény nő, tiszta passzív a filmben, nem érted a döntéseit, és aztán feküdni kell neki órákig, meg, meg, meg megmérgezték. Tehát, hogy hogy ö, ö, nem értettem azt a hype-ot körülötte, hogy itt micsoda erős női szerep van. Nagyon hasonlít egyébként a Goodfellazra, meg a többi filmre abban, hogy itt is egy szervezetbűnözés van. A De Niro igazgatja, aki nagyon jól játszik, egyébként DiCaprio is játszik, mindenki jól játszik a filmben, de aztán elkezd egy ilyen tárgyalással szétesni a film, és az még teljesen hiteltelen, hogy a filmben nem illő, hogy egy jellemfejlődésen is átmegy végül a hősünk, és akkor most már önként akar tanúskodni a rossz ellen. Igen, igen. Tehát a whistleblower lesz. De azért ez egy kicsit ez az amerikai lelkiismert furdalásról is szól, nem is kicsit, amit az indiánokkal és másokkal szemben elkövetett a Szerintem ez, betelepülő népesség. ez szép volt, fontos volt, jók voltak a szociográfiai megfigyelések, jelenetek, énekelnek, táncolnak az indiánok. Szerintem ez jó volt, de ha igazán jó, akkor lett volna, ha a női szerep jól sikerül. Mert mégiscsak ő testesíti meg itt az oszázs indiánokat, de ő végül is egy díszletelemmé, egy biodíszlettél megy vissza. A Maestro-ban főszereplő feleségének sincs könnyű élete. Erről a filmről mit gondolsz? Azért itt, itt van a, a meleg szál, és itt van a, a, a gender studies, ha úgy tetszik. Azért ebben a filmben van egy tekintetben is üzenet. Bradley Cooper megrendezte saját magát ennek megfelelően igen hatásos a főszereplő, aki egy híres zeneszerző, vajon tényleg őt látjuk-e a filmvásznon? Hát ugye Christopher Nolannél is már láttuk az interstellar hogy van egy bűntudata, hogy ő sokat van távol a családtól, elmegy űrhajós, az egész világnak szüksége van rá, de sajnos a családja addig fölnő, a gyerekek fölnőnek, és ezt a bűntudatot átviszi az Oppenheimerbe is, de nagyon rövidre zárja, ugyanis Oppenheimer és felesége lesz egy gyerekük, és megunják és átviszik a szomszédba. Ez benne van a filmben, ennek 600 ezer magyar tapsikolt a, a moziban, ö, kommentár nélkül. Vagy tehát, döbben meg. Ö, hogy, hogy itt mi történik? Tehát, hogy, hogy lehet ez egy filmben, abszolút, mindenféle emberi magatartás legyen egy filmben, csak mutassuk meg a következményeket. Soha többet nem látjuk, mi történt ezzel a gyerekkel, mit gondol ő felnőttként arról, hogy a szülei ezt tették vele. Tehát van egy ilyen önfelmentési kísérlet már az Oppenheimerben is, hogy én, mint filmrendező, a világ egyetemes üdvéért csinálom a filmjeimet, ezért ne zavarjatok olyan, ahogy gyerekem van. És ez a Maestro, ez Full erről szól. A Maestro arról szól, hogy én akkor a művész vagyok, hogyha hetente 3-4 emberrel, fiúval, lányjal lefekszem, akkor is a feleségemnek azt el kell tűrnie. Tehát ezt állítja a film, és van benne egy ilyen sokat szenvedő, de végül is megbocsátó feleségtípus, aki ki is mondja, hogy hát a férjem nagy ember, nagy árnyékkal, és hát ezt el kell néznem, mert az emberiség kéri tőlem, hogy ilyen apróságot ne akadjak föl, fönn, hogy ő fűvel, fával csal engem. Úgyhogy ez nagyon visszás volt. A Bradley Cooper valamit játszik, ugye ő saját magát rendezi, de ha megnézzük a YouTube-on az eredeti Bernstein-nel való videókat, ahogy ő vezényel, vagy ahogy nyilatkozik, ez nem az az ember. Tehát a Bradley Cooper egy saját verziót játszik, ami megmondom őszintén inkább aranymálna díra esélyes, mert pa ön, önmaga paródiája, amit csinál. Lehet, a hogy másnapos volt. Egy zuhanás anatómiája. Ez szerintem egy. -e, menjünk, minél kevesebb időnk lesz egy-egy filmről beszélni, hogy járogat le a magunk által szabott műsoridő, úgyhogy igazából akármeddig beszélhetnénk, de nyilván nem fogunk. E, annál jobb filmekről beszélünk, az érzésem nem. Vagy túlzom? a zuhanás anatómiája egy nagyon jó film, mindenkinek ajánlom, mert bár Kanni fődíjas film, és megszoktuk mostanában az, hogy, hogy azok nehezen hozzáférhetőek, úgy értem, hogy Szóval nehéz a forma vagy a tartalmuk miatt. Ez egy közönségfilm. Tehát mm -hmm. egy, egy svájci Alpokban, vagy francia Alpokban játszódik, a férj szereli a tetőt, lezuhan. Véletlen volt, öngyilkos lett, vagy a feleséggel dulakodtak, és tulajdonképpen gyilkosság. És a feleség és a gyerek a főszereplő, van egy kamaszfiúk, és az egész filmben az a szívszaggató dolog történik, hogy meghalt a férjem, és nem elég, hogy magammal a gyászzal kéne foglalkoznom, meg a kamasz fiamat megnyugtatni, hanem a rendőrség rám száll, és elindul egy olyan bírósági eljárás, egy tárgyalásorozat, ahol mindenben a legapróbb részletekig, tehát a gyász folyamatban vájkálunk. De a film nem mondja ki, hogy ő tette, vagy nem tette. Tegnap is szóba került az Oscaron, tegnap sem mondta meg a színésznő, hogy ő a tettes, vagy nem. Egy meglepően jó film, nagyon jól megír, vagy házaspár csinálta, a Justin Trié rendezte, a feleség és a férje együtt írták, aki szintén maga is rendező. Hát akkor a Sopranos végére se tettünk pontot, itt ennek a filmnek is egy kérdőjel, egy cliffhanger a uh -huh. vége ezek szerint, úgyhogy nem spoilereztünk. Nem. Bár mondjuk, ha valaki úgy ül le megnézni, hogy tudni fogja a végén, az most megtudta, hogy nem fogja tudni. Nem És ha baj fogja. nézze meg mindenki, mert egy remek alkotás. American Fiction, amerikai irodalom, itt, itt a feketék vannak a fókuszban, egy fekete író, a feketeségéről, ha fogalmazhatok ilyen döcögősen, val, és ebből lesznek bonyodalmak. Itt most uh, BLM anti látunk, vagy hogy kapcsolódik ez a napjaink uh, ilyen tekintetű... Dani, ez volt a legjobb hossz... film idén. Ez American osz... Fiction. Akkor megvan a Köbbi Norbert idei oszkárdia. Tudtam én az elején jeleztem, hogy nem biztos, hogy egyezik a filmakadémia döntésével. Igen, nem nem tudom, hogy ez az amerikai irodalom, ez egy jó címe, ezt adták uh, magyarok neki. American Fiction. Egészen más, mint vártam. Tehát a black cinema, a feketékről szóló filmeket megszoktuk, hogy a gettóban játszódik vérfertőzés, börtön, uh, rapperek lövik egymást. És ez a film erre egy reflexió, erre az egész Black Lives Matter-re, hogy egy, egy, egy olyan emberről szól, egy, egy feketéről, aki egyetemi tanár, mitológiával foglalkozik, még csak nem is Black studies zal és nem érti, hogy őt miért rakják mindig a Black Studies polca. Van egy problémája azzal, hogy ami az amerikai irodalomban megjelenik, fekete művek vagy alkotók mindig a gettóról szólnak. Egy olyan élményről, amit ő nem ismer, mert egy orvos családban nőtt fel, Bostonban, tengerparti házuk van, nem, nem az, az nem az ő élménye. És nem érti, hogy miért nem elég az, hogy beszéljünk a saját, saját élményeinkről. A, és ezért poénból, Hetzből ír egy nagyon rossz regényt, azt a címet adja neki, hogy Fuck, ami egy ilyen paródiája tulajdonképpen a fekete történeteknek, és csak úgy odadja az ügynökének, aki elküldi egy kiadónak, és meglepetésükre 750 ezer dollárt kínálnak érte, és egy 4 milliós film vásárlási jogot, és ott találja magát, hogy élete legrosszabb regényével, amit tudatosan írt egy paródia, azt bekajálja a gépezet. Uh -huh. És arról szól a film, hogy nem feltétlenül a feketék szeretnék ezt a narratívát mondani magukról, mint amit mi látunk a médiában, hanem a gépezet, amit fehérek, fehér férfiak és nők irányítanak, a kiadói és a reklám és a sajtógépezet ezt akarja. Erre vágyik és mivel a hősünk egy egyetemi tanár, és álnéven írta ezt a könyvet, ezért ki kell találni, hogy amikor meg kell jelennie, népszerűsíteni a művet mondjuk talksokba, hogy fog megjelenni, és akkor kitalálják, hogy ő egy szökött fegyenc, ezért csak a sziluettjét lehet látni, és attól csak még népszerűbb lesz a film, hogy egy, egy szökött fegyenc írta. Úgyhogy egy nagyon érdekes parabola, miközben egy mélyen emberi történet, a családjáról van benne szó, van benne szerelem, testvéri rivalizálás. Olyan, mint a James L. Brooks filmjei voltak régen, a Lesz még így se, meg a becéző szavak. Tehát ezt nagyon régen láttam igazából ennyire emberi, hétköznapi történetet Hollywoodból, amire magamra ismertem. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom szívből. American Fiction. Ez nem a PC világ akkor ezek szerint. Kettő filmünk maradt, amit ki kéne elemeznünk, ha már úgy álltunk neki, hogy mindegyikbe egy picit belecsippentünk. Előző életek és téli szünet. Mondj róluk valamit. Megint csak ott vagyunk, ahol a, a, amit kiemeltem az elején, hogy nagyon átélhető filmek. Nagyon emberi filmek. Meglepő, hogy idén az oszkára, a, az American Fiction, Anatomy of Fall, a, a téli szünet, az előző életek, ezek olyan filmek, amik, amiket mi is értünk, tehát rólunk szólnak, és ö, nem próbál semmilyen politikának megfelelni, vagy semmit letuszkolni a tor torkunkon, semmilyen propaganda nincs benne. A Past Lives az egy kamaszokról szól, Koreában szerelmesek, de a lánya családjával disszidál Amerikába, és ez a szerelem ott a legszebb pillanatban megtörik, és 24 év múlva találkoznak újra a New Yorkban, a fiú és egy lány, addigra a lány már Broadway-n, azt hiszem színdarabíró, van már férje, tehát egy kialakult élete, és a fiú meglátogatja őt Kóreából, és egy-két nap története, nagyon pici történések vannak benne, és pont ezért minden fölnagyítódik. Egy nagyon őszinte, szép, szerelmes film, Miközben itt a régi szerelem nem csak azt jelenti, hogy, hogy ez megtörtént velem, hanem egész Kóreát, tehát a, a, lány, aki maga mögött hagyta a régi világát, és már mint csak egy ilyen álom él benne. Úgyhogy ez egy első filmes csinált, a Celine Song, írta, rendezte, ezt is ajánlom szívből. És a téli szünet pedig az szintén egy meghitt uh, néhány, néhány szereplős, mondhatni kamerafilm. Abszolút, uh, a, a, aki látta a sideways kerülő utakat uh -huh. Borgia giamatti val ugyanaz a rendező csinálta, Alexander Payne. About Schmidt, de jó film az is. Vagy az utódok George Clooney-val, ez az Alexander Payne uh -huh. rendezte ezt a téli szünetet. 70-es évek Amerika, talán nem véletlenül rakta oda, mert akkor nem kell elszámolni a jelennel, meg még a 90-es évekkel sem. És olyan a film is, mintha 70-es években készült volna. Azt érzed, hogy kiszámítható, mert egy ilyen grincs -szerű, mogorva öreg tanáról szól, akit senki nem szeret, latin meg történelem tanár, és a diákról, akivel ők ott maradnak téli szünetre. Nagyon jó alaphelyzet. Én is egy fiú gimnáziumban jártam, piaristákhoz, tudom, milyen az, amikor az ember az ünnepekre ott marad, ha csak nem a, is töltötték az osztályból helikopterrel, nem vitték el sítáborba, Igen. gazdag szülők néhány. Ö... Itt elviszik. Elvisznek mindenkit sítáborban és ezért csak egy diák maradott végül a tanára, meg a szakácsnő, aki Oscar díjat is kapott legjobb szerepét a Divine Joy Randolph, Nagyon jól játszik uh -huh. benne. A Paul Giamatti is megérdemelte volna az Oszkát egyébként ezért a szerepért, és gondolod, hogy majd persze ez egy ilyen pót családdá alakul, és megszeretik egymást. Körülbelül ez történik benne, de nagyon finoman, emberien, ilyen, sokszor kiszámíthatatlanul. Úgyhogy ez is egy olyan film, amit ajánlok. És akkor nem is gondoltam volna, de a tízből négy film olyan, amit azonnal ajánlok megnézésre. És a legjobb film pedig talán ide, máskor sincs ez, másként nem az, amire az akadémia azt mondta, hogy az, de hát ezzel együtt tudunk Igen. élni. Norbi, köszönjük szépen, hogy Köszönöm tudtunk beszélni a nézőknek, Ajaj. hallgatóknak a figyelmet, lesz még Mandiner Big Picture, tartsanak velünk legközelebb is, figyeljék a Mandinert minden felületünkön, Youtube-on, TikTok-on, vegyék kézbe print formátumban, is ott vagyunk online, mindenütt ott van a Mandiner, köszönjük szépen még egyszer. Köszönjük.